az Úristen őriz engem. Mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke. Nem a harcok istensége. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Megkezdjük a Magyar Örökség 105. díjátadó ünnepségét. Kérem, közösen énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Szeretettel köszöntöm a bizottság jelenlévő tagjait, a díjazottakat és vendégeiket, a laudátorokat, a korábbi Magyar Örökség díjazottakat, valamint kedves vendégeinket a Kárpát-medencéből. Felkérem Takaró Mihály, irodalomtörténészt, a bírálóbizottság tagját, hogy olvassa fel Klinkhammer István professzor úr, a Magyar Örökség Díj Bíráló Bizottsága elnökének köszöntőjét, és nyissa meg a díjátadó ünnepséget. Professzor úr akadályoztatása miatt nem tud velünk lenni az ünnepségen. Tisztelt vendégek, kedves barátaink! A világ azáltal, hogy a fejlettebb része fogyasztói társadalommá vált, egyszer s mint az anyagi érdeket mindenek fölé emelte. Olyannyira, hogy még az emberi kapcsolatokat is inkább az anyagi érdekazonosságok mentén kötik meg az emberek, nem az emberi értékek közel azonos megítélése miatt. Már a szétnyílt az olló. Amíg a gazdaság és a tudomány eredményeit az újabb nemzedékek készen kapják, addig az erkölcsiséget generációról generációra újra kell oktatni. Ez a szétnyílt olló olyan kulturális és morális problémát jelent napjainkra, amelyek megoldása halaszthatatlan. Erről a nevelés kérdéséről szeretnék néhány szót szólni. Megsokszorozott azok száma, akik külföldre mennek. Néhány hónapra, néhány évre dolgozni, tanulni. Felmerül a kérdés, mit látnak odakint, mit tanulnak meg, és hogyan térnek vissza? Visznek-e magukkal hazudul elegendő kritikai érzéket ahhoz, hogy azt keressék, ami valóban gazdagítja őket, és amivel, ha hazatérnek,
gazdagítják azt a közösséget, amely visszavárja őket. És hogy sikerül ma megváltozott emberként újra beilleszkednünk a hazai kapcsolatokba? Nem idegenít-e minket egymástól az, ha személyiségünk különböző tapasztalatok között alakul? Aki például Bécsben vagy Londonban végzett menedzseriskolát, meg tudja-e szólítani úgy magyar kollégáit, hogy azok megértsék vagy megbízzanak benne? A 20. század második felében sokan politikai okból kényszerültek idegenbe. Volt, aki úgy látta, a tehetségének kibontakoztatásához nem kapja meg itthon a szükséges feltételeket. Most is vannak, akiket körülményük más országba csábít. Az európai országok nem csak kétkezi munkásokat várnak, hanem fiatal, tehetséges egyetemistákat és kutatókat is. Milyen gondosan kellene itthon, az óvodától az egyetemig kialakítanunk, felépítenünk és korszerűsítenünk az oktatás és emberformálás közös gyakorlatát, hogy ne kelljen féltenünk azokat, akik hosszabb, rövidebb időre külföldre kerülnek. A két világháború közötti magyar oktatás mind intézményes rendszerét, mind személyi állományát tekintve nagyon magas színvonalon állt. Ebből sokat sikerült átmenteni a következő ideológia torzított évtizedekre is. Kár volna most a nyugati országoktól azt eltanulnunk, amit maguk is rossznak tartanak. Nagy, tán jóvá tehetetlen hiba volna, ha eurokonform címen sajátos érdékeinket veszni engednénk, háttérbe szorítanánk. Legfőképp ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy fiataljainknak az iskolába ne csak ismereteket nyújtsanak, hanem neveljük is őket emberségre, felelősségtudatra, egymás elfogadására, megbecsülésre, hazaszeretetre, hitre. Nem üres beszéddel, hanem erős, megtartó tapasztalatukkal. Akkor majd észreveszik, hogy szülőföldhöz, nemzethez, anyanyelvhez való hűség nem csak adósság, amellyel másnak tartoznak, hanem felhajtó erő is. Ahogyan Babits írja, légy hű és szabad. Gondolj a madarakra, akik hívek a fához, mely fészküket adja, és mégis kilátnak, kiszállnak a légi magasba. Két hazában otthonosak, polgárjai a fáknak, és együtt örök polgárai mind égnek és szabadságnak. Diátadó ünnepségünket ezen gondolatok jegyében megnyitom. Kedves vendégek, engedjék meg, hogy bemutassam a bíráló bizottság tagjait. Dr. Klinkhammer István térképész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, a bizottság elnöke. Békovács István történész, író, gömörológus, Rimaszombat, Szlovákia. Böszörményi Gergely, jó magam, lemezkiadó, zenei producer, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke. Dr. Csikány Tamás, nyugállományú dandártábornok, hadtörténész, egyetemi tanár. Dr. Deák Ernő történész, a Bécsi Napló főszerkesztője, Bécs. Demeter László, muzeológus, tanár, könyvkiadó, művelődés szervező, Barót, Erdély. Dr. Gazda István, tudománytörténész. Jelenszky István, filmrendező, képzőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Novotny Zoltán, újságíró, sportriporter. Dr. Ódor László, művelődéstörténész, egyetemi tanár. Pál István, népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője. Sára Ernő, grafikus művész, akadémikus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Sipos Endre, művészetfilozófus, festő és grafikus művész. Sutus Áron, magyar nyelv és irodalomtanár, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke. Takaró Mihály, József Attila díjas magyar író, irodalomtörténész, tanár és karnagy. Dr. Tardi János, geográfus, egyetemi tanár, a Magyar Természettudományi Társulat ügyvezető elnöke.
Dr. Tulassai Tivadar, gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Vince László, papírmerítőmester. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és amint már informálódtak erről a gyönyörű szép programról, magyarul a Magyar Örökség Díj 105. alkalmával történő átadását, illetően a bevezető gondolatokat, személyeket is megismerve, június 24-én volt ez a nagyon szép megható ünnepély a Rádai Házban. Amiért nagyon fontos nekünk, hogy a Magyar Örökség Díj megszülessen, a szó szerint arról szól, hogy a kitüntetettek és a laudálók személye is ugyanolyan minőségben őrizze a Magyar Örökség számos területen történő minőségét. És már is köszöntöm tisztelettel természetesen Böszörményi Gergely urat, akit már nem először látunk itt a stúdiónkban, és hálás vagyok, hogy eljön. Külön tisztelettel köszöntöm Novotnyi Zoltán urat. Ők különösen a sportkedvelők, főleg ugye a sport azon területén, ami gyakorlatilag, hogy is van ez, 1966 óta folyamatosan tudósít bennünket a legkülönbözőbb honi és nemzetközi sportpályákról, figyeljük mindig azt az emberséget is, és azt a humort, az intelligens humort, amit mindig belesző a gondolatokba, és hát meg kell mondjuk, hogy a hazai sport élet és a sport írás dohányit köszöntöm, és még egyszer köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, ezúttal, mint a kuratórium elnökségének egyik tagja, jelentős tagja, elmondják, hogy mi minden történik, amikor választás előtt áll a megadott ugye névsorból, jeles emberekből, hogy mégis kikapják ebben az esztendőben mindig a negyed évenkénti fordulókon az örökségdíjat. Úgyhogy önökre bízom, uraim, ki kezdi? Hát elkezdem akkor én, mint az Egyesület elnöke. Csak egy rövid áttekintést arról, hogy egyáltalán hogy is működik a Magyar Örökség Bíráló Bizottságának a rendszere. Évente négyszer, márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben a téli-nyári fordulókon adjuk át a díjat. Nagyjából a napfordulókat követve. Igen, és minden alkalommal 7 díjazottunk van. Állampolgári jogon, nagyon demokratikus módon mindenki fölterjeszthet személyt, élő személyt, elhunyt személyt, intézményt, bármilyen teljesítményt, amiről azt gondoljuk, hogy a nemzet számára fontos és valóban nagy teljesítmény. A 7 díját adót megelőzi még 2 alkalom minden esetben. Először szavazás történik azokból a felterjesztésekből, amelynek száma több mint 5000, vagyis az állampolgárok valóban komolyan gondolják, hogy nagyon-nagyon sok olyan teljesítmény született az elmúlt évtizedekben Magyarországon, amire érdemes odafigyelni. Nos, ezekből kellene nekünk igazságosan választani. Hát mindenki elgondolhatja, hogy 5000 valahányból kiválasztani alkalmanként 7-et nagyon nehéz. Nehéz dolgunk van, igyekszünk megfelelni természetesen ennek az elvárásnak. Utána következik a laudátorok, ahogy már elhangzott, a laudátorok is magas színvonalú és tudású emberek. Lehetőség szerint a szakmából olyan valakit kérünk fel, aki jól ismeri, akár személyesen is a díjazottat, illetve nagy tudással bír arról a szakmai területről. Történik tehát egy ilyen szervezéssel és a laudációk meghallgatásával kapcsolatos találkozó, és így végül is ez a 3 alkalom teszi ki a díjátadásnak az ünnepi alkalmát. És azért illik kihangsúlyozni, sőt célszerű kihangsúlyozni, hogy a kuratórium tagjainak hivatásbeli szakmai féle tudása is mind-mind reprezentatív, úgyhogy nem kívülállóként, hanem azért adott témában gyakorló emberként is tudnak dönteni. Tehát igen, ezeket az összejöveteleket, ekkora létszámot hall az ember, hogy 5000, azért erről egy kicsikét tessenek tájékoztatni. Tulajdonképpen az egyik leglehetetlenebb mozzanat az, amikor az 5000 jelöltből választunk. Tehát ezért vannak olyanok, akik lehet, hogy a jelölés után szinte azonnal megkapják a díjat, és vannak olyanok, akik már évek, évtizedek óta ott vannak a listán, de még nem kapták meg. Tehát mondjuk 5000 név, én nem állítom, hogy a bíráló bizottság minden tagja mind az 5000 névvel tisztában, vagy mindegyiket átnézi.
de valamit átfut. Tehát sok névnek a birtokában érkezik az értekezletre, ahol minden bizottsági tag mondhat, javasolhat három nevet. Na most tessék azt elképzelni, hogy 5000 név, de egy ilyen jelölő ülésen is legalább 50 név szóba kerül, és aztán abból az 50-ből titkos szavazás útján kerül ki az a hét, akik végül is megkapják a díjat. Úgyhogy véleményem szerint ez a legizgalmasabb része a Magyar Örökségdíj odaítélésének. Utána már a laudáció kérdése, ott a fő probléma mindig az, hogy amikor a díjat átadjuk és tartjuk az ünnepséget, hogy ez két órába férjen bele. Na most ahhoz azért 5-6 percnél hosszabb laudáció nem illik. És mégis a laudátorok elég hosszú laudációt írnak. Nos, ezért találta ki a szervezet azt, hogy legyen két laudáció. Egy, ami bekerül a könyvbe, a Magyar Örökség díjról. Hát ez annyi, amennyi, olyan hosszú. És hát legyen egy rövidített változat, ami ebben az 5-6 percben hangzik el. És én nekem meg, hát mint újságírónak mindig az a véleményem, hogy a hosszabb laudáció az legyen olyan, vállalja a felelősséget érte a laudátor. A rövidebb legyen olyan, hogy legyen benne érdekesség, legyenek benne a legfontosabb részek, tehát hogy annak legyen azért egy kicsit, hogy mondjam, újságíró nyoma az elmondottaknál. De azért azt mondjuk el, hogy itt két dologra fel kell hívni a figyelmet, hogy ennyi javaslat történik, akkor ebben az országban milyen sok érték van. És ezekből az értékekből kell kiválasztanunk, azokat, amelyek valóban a teljes nemzetre vonatkoznak. Tehát nagyon sok helyi teljesítményről kapunk számot, beszámolót és javaslatot, de nekünk elsősorban persze azt kell értékelni, és azt kell nézni, hogy kik azok, vagy mi az a teljesítmény, amely az egész nemzetre vonatkozik, és itt hát nyilván ugye a Kárpát-medencéről beszélünk elsősorban, de lehetnek amerikai tengeren túli, vagy lehetnek európai díjazottak is természetesen. Ausztrál, Argentin, tehát ahol sok magyar. Van is. Hát érdemes fölmenni a magyarörökség.hu honlapunkra oldalra, ahol meg lehet találni mind a 700, most már fejből nem is tudom, hogy mennyi, de több mint 700 díjazott van. Általában megtalálhatók ott a laudációk is. És azért mutattam a könyvet, mert ez az utolsó, a laudációk könyve 5. Tehát 5 évente könyvformájában is megjelenik a laudáció. Éppen most beszélgettem nem olyan régen Nagy István miniszter úrral, az Agrárminisztériumhoz tartozik, ugye a Hungarikum Bizottság és a Kiemelt Értéktár is, és mi a Hungarikum Bizottsággal is, és a Kiemelt Értéktárral is most már szimbiózusban vagyunk, együttműködünk, és a Magyar Örökség díjasok közül a már lezárult életműveket, azt bevették a Kiemelt Értéktárba. Szóval csak azt akartam mondani, hogy ő is azt mondta, amit én is gondolok egyébként, hogy ez így egyben, 5 évente könyvformájában kiadva, ez egy nagy érték, ez egy történelmi érték, és ezt valóban el kell tenni, és érdemes eltenni, akár a Nemzeti Múzeumban, amely szintén Magyar Örökségdíjjal bír, vagy a levéltárba, vagy olyan helyekre, és természetesen mi is őrizzük, és elsősorban a laudátoroknak és a díjazottaknak szeretnék ezekből adni egy-egy ilyen példányt. Igen. De azért beszéljünk most a legutóbbi élményről, és azokról az emberekről, akiket így a kuratórium teljes tagjai igenis tudtak javasolni, és mi már csak arra vonultunk be, hogy ott örömmel, nagyon nagy elvárással, és természetesen minőséget kaptunk, hogy ki mindenki kapott most legutóbb örökségdíjat, és ki laudáltak. Erre azt mondom, hogy 1995-ben adtuk át, vagy adták át, mert akkor én még nem voltam a bíráló bizottság tagja, az első díjakat. Egyébként a díj maga az Farkas Balázs, Fekete György és Makovec Imre javaslatára jött létre, a Magyarország Alapítvány hozta létre 1995-ben. És a Magyar Örökség díj gondozását a Magyar Örökség és Európa Egyesület vette teljes át, név, így van. Ha jól emlékszem, 2003-ban. Igen. Hogy én mikor lettem a bíráló bizottság tagja, ez vicces, de nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy 2004-ben, 2005-ben és még utána is voltam laudátor. És amikor Sulek Ágoston, aki végül is
sok oldalú, de én azt mondom, hogy sportemberként volt a bíráló bizottság tagja. Amikor Sulek Ágoston elhunyt, akkor utána rám esett a választás, és akkor kerültem be. De, hogy érezze a néző, hogy mi is a Magyar Örökség díj. Azt mondom, hogy 1995-ben az első díj átadáskor Neumann János kapta a Valahol Európában című film, László Gyula, a kiváló régész, nekem tanárom volt az egyetemen, és sose felejtem el, hogy szabad kézzel hogy rajzolta föl a különböző térképeket, és mindent, ő kiváló, egyébként festő is volt. Radványi Géza filmrendező, Pap László, a Lökölvívó, István a király, mármint nem Szent István, hanem a musical, és Tőkés László. Tehát ők 1995-ben, és érdemes ugrani, mondjuk 10 év múlva, Tardi János természetvédő, Csóri Sándor, író-költő, Muzslai István, a Magyar Állami Operaház, a Magyar Olimpiai Bizottság, és a Tihanyi Bencés Apátság. És ha megint 10 évet ugrunk, akkor Aponyi Albert, Kű Lajos, akiről mindenki úgy a labdarúgóként gondol, de ő, mint az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság létrehozója kapta meg a díjat. Bátori István kollégium, Kovács Gyula gyümölcsész, a Lengyel-Magyar Barátság, a Vasárnapi Iskola Alapítvány és Nemeshegyi Péter. Itt Kovács Gyulánál meg megállok egy pillanatra, mert hát az én legalább 2 évtizedes bíráló bizottsági múltamban és a Magyar Tudományos Akadémián, vagy a Vigadóban, vagy most már a Rádai Házban megtartott ünnepségeken egyrészt valahogy Kovács Gyulának volt a legnagyobb sikere, és utána a különböző lapokban, folyóiratokban, televíziókban, mindenhol ő neki volt a legnagyobb visszhangja, a legtovább ő vele foglalkoztak, és ez rendkívül érdekes. Tehát egy gyümölcsész a Balatonfelvidékről, aki a magyar gyümölcsök megmentésén, felkutatásán dolgozik, ekkora sikert tudott elérni. Mert én a beszélt, biokultúra, 2014-ről nem beszélek, hiszen majd ez az egész adás arról 2023, igen. 23, bocsánat. 2023. Én persze itt rögtön csatlakozom ugye a zenekarokkal, a Muzsikás Együttes, a Vujicsics Együttes, a Kaláka Együttes, a fiatalabbak közül a Misztrál Együttes, Pál István Szalonna és Bandája. És ami nagyon érdekes, a díjazottak, különösen a zenészek, mind elmondták nekem, Gergő, Kossuth díjasok vagyunk, de a Magyar Örökség díjra nagyon vártunk. Tehát, hogy a Kossuth díja tulajdonképpen egy lapon említik, ami nyilván jelentős különbség a két díj között, az egyik az egy politikai döntés inkább, és persze kulturális, a miénk az viszont lehetőség szerint mindig a politikát kizárja, és próbáljuk kívülhagyni. Minden álszemmérem nélkül sok emberrel beszéltem, akik akár a művészet, vagy a sport, bármilyen tudomány területén egyértelműen elmondták, a Magyar Örökség díj nekik erkölcsileg, morális szempontból, hogy a magyar kultúrát a maguk területén művelik, soha nem könnyű sorsok, előbbre a magyar helyezik, szellem láthatatlan múzeuma. Helyezik. Igen, igen, úgyhogy megerősítem. És még ide örömmel szeretném kapcsolni azt is, hogy nem véletlen, hogy a díj megalapítása előtti időszakból nagyon sok egyházi vonatkozású intézmény, személy kapott díjat és kap díjat, és majd erről fogunk most is beszélni, mert most is két olyan kiemelkedő szeméről beszélhetünk majd a legutóbbi díjátadás kapcsán, ami szerintem a nézőket is komolyan érdekelheti. Tehát, hogy református, protestáns, evangélikus, katolikus, tehát főként a történelmi egyházaknak a nagyszerű munkálkodása, amit mindig el szoktunk mondani, tulajdonképpen az elmúlt 20 év alatt kiderült, hogy a különböző egyházi intézményeknek a támogatásával, fejlődésével elértük azt, hogy ma Magyarországon, hogyha ezek megszűnnének, akkor nagyon-nagyon nagy baj lenne az országban. Akár az oktatás, az egészségügy, a missziók és mindenféle egyéb területet is ide vehetünk, és bizony megérdemlik a díjat. Tehát mi is úgy gondoljuk, hogy vannak olyan nagy teljesítmények egyházi intézményekben és egyházi személyek részéről, amiket díjazni kell.
Hál' Istennek, hogy ez így működik. És én szívből remélem, hogy tényleg a hit megint egy összetartó erő, hisz keresztény hitről van szó, és jó, hogy egymás szemébe tudunk nézni, egymástól tanulni. Elképesztő az, hogyha mind ez nem lenne így, mert ez a saját erkölcsi morális alapállásunknak is egy univerzuma, amiben mindenki gazdálkodjon a saját erejével, elért eredményeivel, sportban, tudományban, bárhol, hogy adni tudjunk, és köszönetet ennek a nemzetnek, hogy itt tanulhattunk, és mi is visszaadhatunk valamit. Egyébként Klinkhammer professzor úrnak a beköszöntője június 24-én éppen erről szól. Tehát a beköszöntő arról szólt, hogy hogyan tudjuk magyarságunkat, identitásunkat, itthon szerzett tudásunkat külföldön, külföldön szerzett tudásunkat itthon hasznosítani, és hogy a nemzet számára mi az, amit elvégezhetünk. Igen, ezt hallgattuk éppen Takaró Mihály úr prezentálásában, mert nem tudott akkor jelen lenni, Klinkhammer István úr. De térjünk vissza, hisz az önök munkássága is determinálja, befolyásolja mindazt, amit mi már megint, mi örömmel látunk, hallunk, és kapcsolódhatunk meg azok, a honfitársaink, akikben megint megjelenik az az aktivitás, hogy ők is következő intervallumok idején javasolni tudjanak erre méltó embereket. Parancsoljanak! Mindig van lehetőség, és hozzám a Magyar Örökség 1995, ugye akkor indult, ahogy Zoltán elmondta, a díj. Magyar Örökség 1995 kukac@gmail.com címre várjuk a felterjesztéseket. Régebben nagyon sok könyvet, kazettát, CD-t, újságokat és tonna szám érkezett valóban postán a felterjesztéshez mellékletként a sok kiadvány. Ezt tárolni szinte lehetetlen, pláne, hogyha belegondol valaki, hogy 5000 valahány száz díjazott, illetve fölterjesztés érkezett eddig be, hát hogyha ehhez mindegyikhez csak egy vagy két könyv van, hát az is egy komoly könyvtárat és komoly helyiséget igényel. Hát most, hogy a Róhány villába kerültünk a székhellyel, ott van a raktár, és most már kulturált körülmények között tudjuk, és azt hiszem, hogy a Magyar Örökség Egyesület és a díj számára is egy méltó helyre került most már a székhely, és ott van a raktár, ahol ezt mind raktározni is tudjuk, de mindenkit nagyon-nagyon szépen kérünk, hogy kizárólag e-mailben küldjék el a felterjesztéseiket. Igen, és hát ugye, ahogy már elhangzott itt, a héde díjazott között mindig van élő személy, hát, és többségben az élők szerepelnek, mindig van valamilyen intézmény, valamilyen fogalom. Itt nekem mindig az jut az eszembe, hogy az első alkalommal én a Matyó hímzést javasoltam, mint Magyar Örökséget, mondjuk azóta sem Magyar Örökség, csak hogy ilyesmit is lehet választani, szavazni. És a harmadik pedig a már elhunytak, tehát posztumusz is meg lehet ezt a díjat kapni, mert azért, hogyha kicsit megvakarjuk, belekotrunk a magyar történelemben, akkor bizony az elmúlt évtizedekben, az elmúlt évszázadokban is van olyan, akiket lehet javasolni. Igen, hát itt a kiegyezés a visszamenőlegesen a dátum, tehát 1867 elé nem megyünk a díjazással, de 1867 után még ugye bőven van időszak, és hát nem beszélve arról, hogy ott van a kommunista terror ideje a 40 éven keresztül, 1948-tól mondjuk 1995-ig, hogyha tetszik, vagy hát 1990-ig maradjunk a rendszerváltoztatás dátumánál, és nem véletlenül, hogy Makovecz Imréjék létrehozták ezt a díjat, hiszen ők pont ezt mondták, hogy az elmúlt 40 évben olyan igazságtalanság történt, és olyan emberek, akik valóban, vagy intézmények, akik nagy teljesítményt tettek le, nem hogy díjat kaptak volna, hanem esetleg egyenesen a börtönbe küldték, vagy ellehetetlenítették őket. Tehát, hogy nagyon is komoly létjogosultsága volt annak, hogy akkor ez létrejött. Ez mára persze azért már változott, egy kicsit finomult a dolog, mert az elmúlt 30 évben ilyenre panaszkodni nem lehet, tehát erre hivatkozni nem lehet, ezért most már kicsit változott ennek a kérdésnek a meglátása, a kezelése, igen, de hát igyekszünk mi is valóban úgy működni, és úgy kiválasztani a díjazottakat, akik érdemesek rá. Novotnyi úr?
Sok mindent, ilyenkor ugye, mint sportos vagyok itt, hát, a sportról annyit mondok, hogy nagyon-nagyon-nagyon az elején megkapta ugye Paplász, az első alkalom a Papp László a Magyar Örökség díjat, őt Balcó András követte, majd a labdarúgó aranycsapat, aztán Egerszegi Krisztina. Nem akarom felsorolni a sportokat, a sportolókat, de ha figyelembe vesszük, hogy gyakorlatilag Papp László, Balcó András, Egerszegi Krisztina személyében, hát a minden idők legnagyobb magyar sportolói kapták meg, és az aranycsapat, mint egység, hát mint a minden idők legnagyobb magyar labdarúgó sikerét elérő együttes. És hát valóban ugye a szellemi becsületrendnek felfogott Magyar Örökség díjat ugye kapták meg ők, és ez így vonul végig. Amit még itt megjegyezhetek, egyáltalán nem negatívumként, de hogyha úgy az arányokat nézzük, akkor az utóbbi időben egyre kevesebb színész és egyre kevesebb sportoló kapja meg ezt a díjat. Ez csak olyan megjegyzés és felszólítás, mert az összes díjazott megérdemelten kapja meg a díjakat. Úgyhogy ezt láthatjuk majd. Visszatérve egyébként még a posztumusz és az élő díjazottakra, a mostani legutóbbi alkalommal nagyon szépen keretbe foglalta egy katolikus és egy református püspök és egy katolikus mártír vértanúsága. Boldog Brenner János megrázó filmet láttunk róla, és én aztán az interneten még utána néztem, Boldog elvatták, 1957-ben galád módon meggyilkolták decemberben, kicsalták a házából, hogy egy beteghez kell menni, magához vett mindent, ami szükséges egy ilyen alkalommal, és agyonverték, és rengeteg készórással megölték. És ő az egyik, akivel kezdődött a június 24-ét díjátadó. Megrázó volt valóban, hogy a testvére megjelent, Istenem. Igen, stílusosan a Református Egyház Duna melléki székházában tartott Rádai házban volt el az ünnepség, és Székely János püspök úr nagyon-nagyon szép laudációt írt. Ő neki egy nagy szombathelyi nagy rendezvény miatt szolgálatot kellett vállalni, és korábban az már le volt fixálva, úgyhogy nem tudott eljönni. De Csányi István helynök úr atya nagyon szépen felolvasta, igen, ezt a laudációt. És aztán Sebő Ferenc, hogy csak a zenéről is beszéljünk, tulajdonképpen a már korábban említett nevek, a Kalák, a Muzsikás, a Bujicsics, a többiek mellett a műfajnak a legnagyobbjai már megkapták a díjat, de hát Sebő Feri nem létezik, hogy ebből a körből kimaradjon. Mondtam, hogy Sebő Ferenc úrat akkor megkérem, hogy fáradjon fel, vagy fáradjon ki a díjat átvenni, de ő azt mondta, hogy mondjál inkább Sebő Ferit. Ugye mindenki így ismeri, a Sebő Ferenc úrnak nem nagyon tudják, hogy ő ki. Tehát, hogy ő is megkapta ezt a díjat. A díjadottak között volt Kálnoki Tibor gróf úr Miklósvárról, aki nagyon szép és nagyon komoly munkát végez annak érdekében, hogy a környékbeli falvak magyarsága munkához jusson, olyan kulturális központot hozott létre, ahova hát természetesen korábban Károly herceg néven, most már ugye Harmadik Károly király a barátja, és szívesen töltenek együtt ott időt. Tehát, hogy már nem csak a helyi közösségeket segíti, hanem kifejezetten elkezdett a világ figyelni arra, hogy mi történik ott ebben a kastélyban. Kálnoki Tibor egyébként a Fertődi Eszterházi kastély rekonstrukciójának a felelős ellenőre, figyelője, segítője. Több, mint szellemi menedzsere. Igen. Igen. Na hát úgyhogy ő, és akkor a végén, hogyha a díjátadás végére ugrunk, akkor Hegedűs Lóránt püspök úr is megkapta a Magyar Örökség díjat. Ő teológia munkássága, írásai és hát egyáltalán egyházvezetői szerepe miatt
került a díjazottak közé, Balogh Zoltán, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke volt, aki elmondta a laudációt. Az is egy nagyon megható és nagyon szép méltatás volt. Úgyhogy hát igyekszik az ember, igyekszünk úgy válogatni valóban, hogy a világi életből, az egyházi életből, a sportból, az irodalomból, és igazából Zoltánnak az elmúlt időszakban valóban a színészek kevésbé kerültek be ebbe a képbe. Hát vannak pedig ugye ma is olyan színészek, akik megérdemlik a díjat, de hát kétségtelen, hogy a Latinovic, Sinkovic és a többieket, Mensáros és a többi nevet említve azért nagyon, ahogy mondani szokták, föl kell kötni a nadrág szíjat. Így van, ezt csak úgy megjegyeztem, tehát ha a nagy átlagot nézzük, akkor van benne színész éppen. Igen. Én szeretném egy picikét az időt előrehozni július 1-jére is, hisz megint volt egy nagyon szép rendezvény. Ennek a pontosítását önre bízom, mert megint kulcsszerepet vállalt ebben, mondhatnám azt is, hogy szervezője, intézője, őrzője, mi minden. Ennek az a gyönyörű, szép, de csak azt még elmondom, hogy azért a szózattal zártuk, ugye ezt a nagyon szép Magyar Örökség díj átadásának tényleg kimagasló szép ünnepségét. Hát akkor még a Magyar Örökségről azt mondjuk el, hogy augusztusban fogunk összeülni majd a szavazásra. Így van. És aztán valamikor szeptember elején lesz ez a bizonyos laudációk meghallgatása, illetve a megbeszélése annak, hogy milyen filmet vetítünk, milyen fényképeket vetítünk, ami erősíti, alátámasztja a rövid laudációt. Mert valóban a 4-5 perces laudáció az így rövidnek tűnhet, de hogyha ez alá van támasztva olyan fényképekkel, ami kifejezetten a laudációban elhangzó mondatokhoz tartozik, akkor az nagyon erősíti ezt. Van még egy érdekesség, ez nagyon hátsó és kulissza titok dolog, hogy a Magyar Örökség díjat csak az kaphatja meg, aki személyesen veszi át. Tehát nem lehet távol létében díjat kitüntetni, tehát aki személyesen veszi át. És hát ebben külön érdekesség, hogy például amikor Kozák Danutát javasoltam Magyar Örökség díjra, és előtte ugye beszéltem bele, hogy a személyes átvétel rendben van, és akkor mondta, hogy hát szinte aznapra van kiírva. Akkor született a gyermeke. Igen. Úgyhogy így Kozák Danut körül egy évvel később, de csak megkapta a édes Magyar Örökség díjat. Édesanyja lett. Gratulálunk, Isten éltesse őket. Július 1. 2000-ben a Fradi pályán tartotta a Református Egyház a 4. református világtalálkozót, ahol én lehetőséget kaptam, hogy a kis CD-mel és kazettáimmal, mint hanglemez kiadó. Az egy arzenál, azért mondjuk. Jelen legyek. Többszörös arzenál. Igen, 20 ezer református testvér volt együtt a Fradi pályán, és körülbelül olyan 1000 közülük odajött hozzám, és megkérdezte, hogy református énekek van-e, mert ezek nagyon szépek, ezek a népzenei kiadványok, amire én gondoltam, hogy a protestáns közösség azért a Kárpát-medence népzenéjét szereti. Nincs. És akkor nyilalt belém, hogy hát ezzel foglalkozni kell. Egyrészt én egy kiadó vagyok, másrészt az őseim 300 évig református lelkészek voltak, harmadrészt ez a hitem, negyedrészt a református énekek sem csengenek mindig nagyon-nagyon jól a templomban, de még a iskolákban sem biztos. Tehát ha már van erre lehetőség, hogy ezek megjelenjenek, akkor kezdjünk el vele foglalkozni, és elhatároztam, hogy az 1948-as Fekete Énekes könyvünk énekeit feldolgozom. Összehívtam a számomra akkor teljesen ismeretlen egyházzenei grémiumot, Berkei Sándortól Arany Jánoson keresztül Raskóczi László, Cseri Zsófi, Pál úr János, orgonaművész, ott voltak a testvéreim, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mi is legyen. Na hát én azt gondoltam, hogy én egy olyan producer vagyok, akinek akkor már volt több mint 100 kiadványa, hogy én tudom, hogy ezt hogy akarom megcsinálni. Egy kóruszt beküldök a stúdióba, szépen felveszük, és aztán megkeverik, és hazamegyünk, és kiadom a CD-t. Na ehhez képest a bátyám azt kérdezte, hogy miért nem jössz a zeneakadémia, miért nem használod a zeneakadémiát, máskor is csináltál már ott rendezvényt, ott van stúdió, ott minden lehetőség megvan arra, hogy egy akár 100-150 fős kórus énekeljen, és 900 ember boldog lesz, hogy ezt meghallgathatja, és részese lehet. Na hát így kerültem tulajdonképpen az első 5 évre
a Zeneakadémiára, aztán a Zeneakadémiát el is kezdték felújítani, másrészt kicsi lett a színpad, kicsi lett a nézőtér, átköltöztünk az akkor induló művészetek palotájába, a MIPÁ-ba, és így jutottunk el aztán tulajdonképpen, és a fő cél az volt, hogy megjelenjen egy CD, és megjelenjen egy akkor kazetta, aztán később DVD. Vagyis, hogy olyan segédeszköz álljon a reformátusok rendelkezésére, amit valóban jó szívvel ajánlhatok, és valóban jól tudják hasznosítani iskolában a kórusok, a karnagyok és a gyülekezetek meg a lelkészek. De aztán közben kiderült, hogy az emberek haza is akarják vinni. Tehát a hívek otthon akarják hallgatni. Amikor a pandémia jött, akkor én például, hogyha istentiszteleten akartam részt venni, és nem tudtam elmenni templomba, akkor én feltettem egy CD-t, vagy megnéztem az egyik DVD-t, az egyik az körülbelül 70 perc, a másik az körülbelül 120 perc, és a DVD-ről derül ki, hogy ez egy koncert istentisztelet. Miért is koncert istentisztelet? Hát azért, mert minden úgy zajlik, mint a templomban, csak világi helyen vagyunk. És nagyon nyugodtan kimerem jelenteni, mert megtapasztaltam, és nagyon sok választ kaptam, hogy a MIPÁ-ban, amikor 1600-1800 ember együtt elmondja a mi atyánkot, az valamitől nagyon másképp hangzik, mint a templomban. És liba bőrös vagyok most is, meg akkor is, amikor ez történik. Aztán még jöttek olyan gondolatok, hogy mi lenne, hogyha megfognánk egymás kezét, hogy az összetartozást is kifejezésre juttassuk így, amiben meg az érdekes, hogy a jobb oldalon lehet, hogy a feleségem van, de a bal oldalon viszont a másik kezemre lehet, hogy egy teljesen idegen embernek kell megfogni a kezét. És ez ugye mindig kérdéseket vet föl, hogy ez jó-e, és nagyon-nagyon-nagyon kedves válaszokat kaptam az emberektől, a közönségtől, hogy ezt nagyon jó, hogy ezt így elindítottuk. Van is egy olyan mondás egyébként, hogy inkább egymás kezét szorongassuk, mint egymás nyakát. Igen, igen. Nos, püspökök olvassák a bibliai ígét, ez történt július 1-én is, a horvátországi református egyházkerület, illetve hát a drávaszögi püspök, Szent Péter, meghívják az urat, mindig mondom is, persze senki nem gondolhatja, hogy ezt kihagyjuk, lassan mondom, Szent Péter, mert valóban, amikor gyorsan mondja az ember, akkor ez valóban úgy tűnik, mintha itt lenne Szent Péter velünk, igen. Kedvesen mosolyogva fogadja, hála Isten, a püspök úr, nagyon jó barátság vagyok vele is. A másik püspök a Felvidékről érkezett, tehát hogy a Kárpát-medence összetartozásunkat is így módon is ki lehet Nagyváradra fejezni. Is, igen. És így a Felvidékről érkezett Géresi Róbert püspök úr, és a Dunántúli református püspök úr, Steinbach József püspök úr pedig a végén imádkozik, tehát egy rendes templomi hosszúságú ima hangzik el, és utána püspöki áldással mehet haza a gyülekezet. Na most még van egy nagyon érdekes, és a közönség számára nagyon fontos rész. A blokkok végén, négy zenei blokkból áll egy ilyen este, a blokkok végén az utolsó ének, utolsó egy-két versét a közönség együtt énekli a kórussal. Tulajdonképpen azt hiszem erre vár leginkább a közönség egyébként, tehát ez a legnagyobb boldogság, amikor együtt énekelhetnek, és ez valóban szépen hallatszik is a fölvételen, hogy már nem csak egy 150 fős kórus, hanem egy akár 800-900 fős gyülekezet énekel együtt. És hát így alakult, ez most július 1-én is így történt, úgyhogy készülünk a következő évre. El is mondtam, hogy én már 20 éve foglalkozok ezzel, jövőre már 10 éve leszek nyugdíjban, és úgy gondoltam, hogy a 10 éves nyugdíj időszak már feljogosít arra, hogy valóban nyugdíjba kerüljek, és visszaadjak bizonyos vállalásokat. Jövőre lesz a 21. Azt szokták mondani, hogy 21-re már nem húzunk lapot, tehát jövőre lesz a 21. református énekek koncertistentisztelet, amire nagy valószínűséggel a korábbi 20 évben meghívott 100 kórusból, tehát 20 év alatt 100 kórust kértem föl a szolgálatra. A 100 kórusból mindegyikből fogok kérni néhány embert, néhány énekest, hogy jöjjenek el, és akkor így tulajdonképpen szépen megemlékezünk az elmúlt 20-21 évről, és nem új énekeket, mert közben megjelent a reformátusoknál az új énekeskönyv 2021-ben, nem új énekeket fogunk, mint most július 1-én énekeltünk, hanem kifejezetten
egyfajta best of református énekek, tehát a legismertebb református énekeket gondoltam, hogy beszerkesztjük az énekrendbe, és a közönség nem csak négyszer fog énekelni, hanem nyolcszor, vagy tizenkétszer, vagy nem tudom hányszor. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt a perspektívát ebben a nagyon szép programba előrevetítette. Úgy már érzem is, hogy ahogy beszélt erről, már minden összeállt képben, úgyhogy pontosan lehet most már követni. Viszont... Mária rendszeres látogatója az eseménynek, Zoltán viszont azt mondta nekem éppen tegnap, hogy ez az esemény, amire már 20 éve készülök, hogy el akarok menni, és még mégsem jutottam el, úgyhogy mondtam neki, hogy a jövő évre akkor muszáj eljönnie. Kedves Novotny úr, azért elnökeként ugye abban a témában azért ne felejtsük el, nem szeretnék tévedni, tehát a protestáns újságíró szövet elnöke, hát hogy ezt elfelejtett? Hogy ilyen pozícióban is, amikor itt a hit és a legkülönböző vallási összefogó nemzedékek, emberek ilyen formában is megfogják a kezüket, lélekben is testvérekké válnak, közösségévé. Úgyhogy most... Jövőre nem, mi az, hogy jövőre? Már a szeptemberi hitervallomok. Hadd mondjam, hogy én evangélikus létemre református iskolába jártam. Én voltam az egyetlen evangélikus. Volt még akkor olyan óra, hogy egyházi ének. Igen. Tehát nem csak énekóra volt, hanem volt egyházi énekóra is. Úgyhogy azért református énekeket kisgyerekkoromban énekeltem jócskán. Aztán ugye már, hogy elárultam, hogy evangélikus vagyok, én azért 17 évig a Magyar Sportújságíró Szövetség elnöke is voltam. Így van. Ott tiszteletbeli elnök vagyok, mint ahogy már a protestánsoknál is tiszteletbeli elnök vagyok, mert ott meg 15 évi elnökség után mondtam azt, amit Gergő az imént, hogy eljön az az idő, amikor már ezt át kell adni másoknak. Ugyanakkor a sportban is, meg az élet minden területén sokan azt mondják, azt tanácsolják, hogy nem szabad abba hagyni. Tehát amikor Gergő azt mondja, hogy nem 21-re nem húz lapot, és 10 éve már nyugdíjban van, gondolja meg, nem szabad abba hagyni. Nem maradok munkanélkül. Mert hát egyrészt a Magyar Örökség még akkor is lesz, de már több mindent elengedtem. A Kárpát-medencei Magyarok zenéje sorozatot, amivel körbejártuk a Kárpát-medence elszakított magyar területeit, ahol magyarok élnek, és utána Budapesten egy nagy gála, egy csángó zenekarral szerveztünk nyílt énekóra címen, szintén a Kárpát-medencében koncerteket, hogy a gyerekek megismerjék a csángókat, hogy egyáltalán kik ők, meg mi a zenéjük, stb. De könyveket készülök írni, csak ahogy szoktam mondani, lehet, hogy a Bahamákon fogom a langyos tenger vízbe lógatni a lábomat, és ez a mindennapi verkli, ez a mindennapi elfoglaltság, ez már egy bizonyos kor után egyébként nyilván fárasztó is, és arra gondoltam, hogy, tehát ezt nyilván csak vízből mondtam, ezt a Bahamás dolgot, de hogy már nem kell ott lenni mindig, és marad idő arra, hogy könyv szülessen, kettőt szeretnék írni, az egyik a református zenei ügyeink, azért az mégis az elmúlt 21-22 évben eléggé kitette az életemet, a munkámat, és a másik pedig maga a kiadó, hát van egy kiadóm, Anglemez kiadó 250 kiadványal, és sokan nem tudják, hogy néhány zenekarral Mexikóba, Venezuelába, Brazíliába, Amerikába ki tudja hányszor jártunk, nem csak egyszer, hanem sokszor. Tehát, hogy arról is van mit írni, és hát mint ahogy a sportolóknál is mindig nagyon jó sztorik és jó pofa történetek vannak. Szóval nem hagyod abba ez a lényeg. Mert azért fel lehetne sorolni ezt a rengeteg írásművet, könyvet, amelyet Novotny úr is megírt, úgyhogy most én egy kicsikét fájóan érzem a magam szerepét, hogy ezt a portréhoz egy kicsikét jobban közel álló adathalmazból legalább annyit nem lehetett most elmondani, amelyel ön hozzá járult a magyar szellemiséghez, túl a sport munkásságán keresztül. Úgyhogy lesz majd egy ilyen kérésem, hogy önnel külön egy riportot készíthessünk, mert nagyon fontos és megérdemli. Azért legyünk tárgyilagosak. Ez így és van. Most csak azt tudom mondani, hogy ezt a paklit, amit te itt összeszedtél, hogy milyen lapot kell kitenni, meg letenni, ez most már tényleg kivehető legyen a legértékesebb lappal, mert akármelyik kártyát nézed most, de egy biztos, nagyon fontos mind a magyar örökség. És az, hogy a magyar örökség és az Európa szervezetünknek, közösségünknek a felelőssége, az valóban nem abbahagyható.
ezt akarva akaratlanul most mind a ketten megerősítették. És ebben nem csak kapaszkodunk, hanem teszünk is. És nagyon-nagyon tisztelettel számítunk mindannyian magyarok, akik most duplán felfigyeltek, vagy nem is tudom, hogy hatványozottan felfigyeltek, vagy értékeket javasolni. Megint emberi munkát ne hagyjunk feledésbe. Az persze fájó sokszor, hogy posztumusz díjakat kell, vagy arra orientáló díjakat átadni, de a munkásságokból élünk mi is. Nem biztos, hogy úgy tudjuk, ahogy kellene, de pont ezt kell pótolni, ezt kell szembesíteni. És itt jön egy fontos megjegyzés még, a fiatalság megszólítása. Tehát most ott tartunk, hogy a következő generációt nagyon komolyan be kell vonni a munkába, hogy ez valóban folytatólagos maradjon még sokáig. Kedves Beszörményi úr, tisztelettel köszönöm a gondolatait, tisztelettel köszönöm Navani Zoltán, kiemelkedő sport újságíró és újságírónak is a munkásságát, és egy református Zsoltárunk utolsó gondolatát idézhetem, ne szóljon igét hiába. Hogy ezt most igéként hallottuk, feladatként, én azt hiszem, hogy közös nevezőre hozható. Kedves nézőink, búcsúzunk egyelőre, de hamarosan visszatérünk, áldott szép estét kívánunk kedves vendégeimmel, Beszörményi Gergely úrral és Novadi Zoltán úrral. Viszontlátásra!